Az ENGIE Magyarország távhőszolgáltató az úgynevezett gázévre előre lekötött áron köti szerződését a gázkereskedőkkel. Így októberig a világpolitikai és gazdasági változások ellenére sem áll be változás a sátoraljuhelyi távhőszolgáltatás árába, mely egyéb iránt az ország első 10 legolcsóbb ilyen jellegű ellátása között van. Hangzott el a távhőszolgáltató Sátoraljuhely város önkormányzat képviselőtestülete gazdasági városfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottságának tett éves beszámolójában. Az ENGIE Magyarország Kft., mint ahogy az összes többi gázszolgáltató, a távhőszolgáltatás számára most már április 31-ig vagy 30-áig köteles megkötni a következő gázévre vonatkozó szerződését. Egy-egy gázév, ez október 1-től következő év szeptember 30-ig tart, tehát most a távhőszolgáltatás gyakorlatilag még a 2021 április végén megkötött gázszerződésünk alapján ennek az évnek október 1-jéig érvényes. Ez alapján gyakorlatilag biztonsággal el tudjuk látni a lakosságot. A mi gázszerződéseink azok gyakorlatilag olyan gázkereskedőkkel köttetnek meg, amelyek a tőzsdén abban a pillanatban, amikor velünk szerződést kötnek adott áron, akkor ezt a kontingest megveszik a nagy kereskedőktől, illetve a gáztermelőktől, és ezt ki is fizetik abban a pillanatban. Innentől kezdve azt merem mondani, hogy a gázkereskedőnk biztosítja október 1-jéig számunkra azt a mennyiséget, és olyan áron, amit tavaly leszerződtünk. Előkészítés alatt áll a következő gázévre való szerződés is, tette hozzá a szolgáltató. Jelenleg előkészítés alatt áll a következő évi gázbeszerzés. Igaz, ismerve nyilván a mostani energiapolitikai kérdéseket és problémákat, hogy nem látjuk, hogy fix áron vagy milyen áron lehet majd szerződni. Ezzel együtt a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége és a Magyar Energetikai Közműszabályozási Hivatal és sok-sok távhőszolgáltató, ezek önkormányzati intézmények, önkormányzatok vagy önkormányzati gazdasági társaságok, illetve néhányan vagyunk, akik gazdasági társaságként üzemeltetünk távhőket, tehát mindannyian gyakorlatilag folyamatosan egyeztetjük azt, hogy milyen feltételekkel hogyan történhet meg a következő gázévre a szerződés. Egy biztos, az Innovációs és Technológiai Minisztérium képviselői is kijelentették, illetve a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal vezetői is, hogy a távhőszolgáltatás nem lesz gáz nélkül. Tehát nem marad gáz nélkül, mindenképpen biztosítani fogják, ha kell, akkor akár gázkereskedő kijelölésével, de a gázszolgáltatás a távhő részére meg lesz. A városban 5 távhőkörzetben szolgáltatnak, melyből 4-ben ők termelik a hőt, az 5-ben pedig a kórháztól vásárolják. Összesen 1150 lakást, azaz 4-5000 főt érint a városban ez a fajta szolgáltatás. A Dózsa úti kazánházból látják el a város igényeinek 70%-át.